Egyértelműen romlik a helyzet több európai országban, ezért egymás után jelentik be a szigorításokat. A számok azt mutatják, hogy a határok megnyitásával indult el az esetszámok növekedése. Görögországban például néhány hete még alig találtak új beteget, ehhez képest most naponta 40-en fertőződnek meg. Romániában pedig újra rekordot döntött az egyetlen nap alatt megfertőződöttek száma. Vízsugárral köszöntötték a korlátozások feloldása után érkező első repülőgépet a görögországi Kosz szigetén. Július elejétől utazhattak ismét a nyaralni vágyók Görögországba. Ekkor már hetek óta nem találtak egyetlen új fertőzöttet sem a görögök. Július 6-án aztán egyetlen nap alatt 43-at, akik közül 20-an Szerbiából érkeztek. Athén ezért úgy döntött, hogy nem enged be több embert Szerbiából. A döntés következtében a hét elején 12 km hosszú kocsisor alakult ki a Kulata-Promahonasz határátkelőn, a bolgár-görög határon. Szerb turisták ezrei igyekeztek belépni Görögországba a szigorítás életbelépése előtt. A görög határátkelőkön hosszú sorok várják az autósokat, a hatóságok ugyanis mindenkit kikérdeznek és sokakat tesztelnek. A határátlépéshez 4-5 óra is kell. Az emberek messziről jöttek, például Romániából, korán indultak, hogy hamar átérjenek Bulgárián, mondja ez a várakozó. A legtöbben most Románián és Bulgárián keresztül érik el Görögországot, a kérdés azonban az, hogy meddig marad járható ez az útvonal. Járványrekord született ugyanis Romániában, 600 új beteget regisztráltak egyetlen nap alatt, és soha nem volt ilyen magas az aktív fertőzöttek száma sem, ami 8000. A járvány terjedését az is elősegíti, hogy egy alkotmánybírósági döntés értelmében egy hete senkit nem lehet karanténra kötelezni, még akkor sem, ha a legfertőzöttebb országok valamelyikéből érkezik haza. A törvény módosítás után várhatóan egy hét múlva ismét hatályba lép. Kérdés, hogy milyen következményei lesznek a csaknem kéthetes karanténmentes periódusnak. Egyébként ezt ellensúlyozandó, ebben az időszakban szigorúban ellenőrizték a kötelező maszkviselést és a vendéglátóhelyeket is. A román hatóságok egyelőre nem vonták vissza az eddigi lazításokat, de elhalasztották az éttermek beltéri részeinek július 1-ére tervezett megnyitását. Az unió állampolgárai, így a magyarok is jelenleg korlátozást nélkül utazhatnak Horvátországba, csupán regisztrálni kell a horvát belügyminisztérium honlapján. Az elmúlt héten meg is nőtt a turistaforgalom, naponta 40 000 turista érkezett Horvátországba. A Covid fertőzöttek száma pedig megháromszorozódott. Ennek hatására Szlovénia levette Horvátországot a zöld, vagyis a biztonságos országok listájáról. Egyelőre nem vezet be karantén kötelezettséget a Horvátországból érkezőkkel szemben, de ismét betiltja a 10 fősnél nagyobb összejöveteleket. És a külföldről hazatérők miatt aggódik a szlovák kormány is. SMS-ben vennék fel a kapcsolatot minden olyan szlovák állampolgárral, aki az úgynevezett vörös zónából, vagyis a legfertőzöttebb országokból tér haza. Az SMS-ben felszólítanák őket arra, hogy vonuljanak karanténba, ne menjenek ki például a társadalomba, lehetőleg ne találkozzanak senkivel, és 5 napon belül pedig elvégeznék rajtuk a koronavírus tesztet, amelyet az állam finanszírozna. Hogyha ezt nem teszik meg, tehát nem teszik meg a szükséges óvintézkedéseket, akkor pedig magas összegű pénzbírságra számolhatnak. Szlovákiában májusban átlagosan napi 5 új esetet regisztráltak, szerdán viszont egyetlen nap alatt 53-at. A 10-szeres emelkedés miatt a szlovák kormány azt tervezi, hogy ismét az utcán is kötelezővé teszi a maszkviselést.